Sziasztok, üdv újra a csatornán! A mai napon egy gyönyörű őszi dekor videót hoztam nektek. Előző videóban láthatátok, hogy miket vásároltam. Most gyorsan megmutatom, hogy mik vannak nekem már előző évekről. Nagyon minimális dekorom van előző évekről, úgyhogy mindjárt megforgatom a kamerát, és akkor meg is mutatom nektek. Na szóval itt láthatjátok, hogy mi az, ami van előző évekről. Szóval van nekem itt egy ilyen kis makk levél csokor, a nagy része amúgy művirág, ugye, ahogy láthatjátok. Van nekem 2 darab ilyen kis díszem, van egy ilyen nagy csokor, ami így néz ki közelről. Van nekem körülbelül 5 darab ilyen kis levélke, úgy néz ki, mintha szőlőlevél lenne, de szerintem juharlevél akarna lenni eredetileg. Szóval így néz ki egy darab. Hát így ránézve a dolgokra, szerintem minden kikes. A gyertya az tuti, hogy nem a gyertya, az talán teszkós. De szerintem minden más az kikkes előző évi, plusz ez a csokor, ez teszkós, ez tudjuk, hogy ez teszkós. Akkor van nekem még egy ilyen csokrom, ez igazából ugyanaz, mint az első volt, úgyhogy, bocsika. Van egy ilyen csokor, ez szerintem nagyon cuki, nagyon jól néz ki, és akkor díszekkel van egy ilyen kis szellemem, amit fel lehet kapcsolni. Úgyhogy ha van benne elem, nem, ki kell cserélni az elemet, de nem baj, vettem elemet, úgyhogy majd lehet használni. Van egy ilyen cuki kis pumpkinem. Ez, ott láthatjátok, hogy 1290 forint volt, ez tavalyi kikkes. Akkor van nekem egy ilyen kis teamécsesem. Ez pedig előző éves 830 forint, szintén kikkes. Van egy ilyen kis tök, ez is kikkes. Nem, bocsánat, ez... ez kik, vagy nem kik, vártok? Házikó, nem, ez perkus, mert a házikó a szívecskével, igen. Itt, igen, a házikó a szívecskével, az perkus. Akkor... van nekem egy ilyen gyönyörű asztali díszem, amiben van egy mókus levelekkel, makkokkal, és hát nincs rajta ár. Van ugye ez a gyertya, ez már használva volt egy néhány alkalommal. Van nekem ez a kis owl, uhu madár. Ez is kikkes, ott láthatjátok, hogy ott van rajta, hogy kik. De az ára, az már nincs rajta. Bagoly, igen, eszembe jutott. Van nekem egy ilyen algépészem, ami így néz ki. Ez is szintén kikkes, és ezt idén láttam a boltban, úgyhogy ezt be tudjátok idén is szerezni. Van nekem egy ilyen kis... és nagyon fókuszál rá a kamerám. Igen, most láthatjátok, tehát egy kis makkocska, és a tetején van egy squirrel. Árban pedig, hát, bassz. Vagy kik, vagy pepku. Plusz van nekem ez a kis szettem. Ez igazából, ha a karácsonyi dekor videómat láttad, akkor abban ez benne volt. És hát ezen nincsen semmi, hogy honnan való, de én kikre tippelek. Szóval, a mai napon tetőtől talpig át fogjuk variálni az egész lakást. Nekem őszintén még a tavaszi dekor van kint, nyárra nem dekoráltam, de nagyjából ugyanaz a dekor tavaszra, mint nyárra, kivéve a bunny, mondjuk. Nyuszikából van néhány, de nem baj. Szóval, átmegyünk majd mindegyik szobába, megmutatom majd az előtte és az utána klippeket,
Úgyhogy wishmilak, szerintem egy olyan jó 3-4 órát ezzel el fogok tökölni, de nem baj. Azért szeretem. Nos, itt láthatjátok, hogy mindent kipakoltam, és itt van az összes dekor, amit szeretnék felhasználni. Így kirakva, szerintem annyira nagyon soknak nem is tűnik, így hátralépek, hogy mindent lássatok. Nekem sokkal könnyebb így eldönteni, hogy mit hova rakjak, mert én nagyon vizuális típus vagyok. Úgyhogy ha esetleg azzal a nehézséggel küzdködtök, hogy van több dekorotok, de nem tudjátok, hogy mit hova pakoljatok, akkor szerintem sokkal egyszerűbb, hogyha mindent kiraktok egy helyre, így láttok mindent, és nem lesz az, hogy mondjuk elfelejtkeztek valamelyik kis darabról. Kezdjük is a nappalival. Ugye először le kell szednem a régi díszeket. Igazándiból eléggé át is kell takarítanom a polc tetejét, mert tényleg szinte amióta felraktam a tavaszi dekort, azóta a polc tetejéhez nem nyúltam egyáltalán, úgyhogy volt egy kis porréteg rajta. Majd látni fogjátok, hogy felhasználtam mind a két girlandot, amit vettem. Hát a girlandokkal egy kicsit meggyűlt a bajom, mert egyrészt folyamatosan akartak leesni, és elég nehéz volt beállítani a leveleket és a makkokat rajtuk, hogy tényleg úgy álljanak, ahogy szeretném. Majd amikor a második girlandot raktam fel, akkor észrevettem, hogy egy teljesen más girlandot vettem, szóval két teljesen különböző girland van fent a polc tetején. De nem baj, megoldjuk. Tényleg a végén beleszurkáltam nagyon sok mindent. Felhasználtam például a kis levélkéket, amiket előző évben vettem, plusz szétszabdaltam a Tesco-s virágcsokromat, úgyhogy eléggé fel kellett még tűztelni magát a girlandot, mert elég karcsúra sikeredett magával, tényleg csak az alap girlanddal. És a legvégén pedig rakok hozzá még fényeket. Nem is tudom, hogy hogy felejthettem el, mert körülbelül egy fél órája készen is voltam magával a polc tetejével, és akkor esett le, hogy úristen, a fényeket elfelejtettem, amit legelőször akartam volna felrakni, de nem baj, meg lehet oldani. Úgyhogy tényleg elszöszmötöltem vele egy jó darabig, de nekem nagyon tetszik a végeredmény. Just one look.
into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Itt láthatjátok, hogy lecserélem az összes párnát. Igazándiból, amikor végeztem, akkor a párom mondta, hogy szerinte a hátsó sima kis bézs színű párnákat le kellene cserélni egy ősziesebb színre. Úgyhogy másnap vissza is mentem az IKEA-ba, és vettem egy új párnahúzat szettet. Nem sokára majd valamelyik klipbe beteszem, hogy hogy néz ki magával az új párnával. Maga ez a párna, amit vásároltam, azt lent megtalálhatjátok a description boxban. Szerintem nagyon jó ötlet volt tőle, hogy lecseréltük a párnát, mert tényleg sokkal melegebb tónusú párnáról van szó. Ennek az új párnának a színe pedig teljes mértékben összhangban van a lakásdekorral.
just where it was needed. Gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merge and change, but your face remains the same. Most átérkeztünk a konyhába, hát igazándiból a konyha dekorációja az nem egy hatalmas dekoráció lesz, de szerencsére van egy gyönyörű étkezőasztalom, amit nagyon szépen ki tudok csinosítani. Alapvetőleg tudtam, hogy valami DIY alapon szeretnék csinálni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipakolok mindent, amire gondoltam, elkezdtem pakolászni a kis termékeket, és majd kisül belőle valami. A legvégén látni fogjátok, hogy egy nagyon szép kis szettet állítottam össze. Igazándiból én annyit ajánlanék mindenkinek, hogy szenjetek rá egy kis időt, tényleg pró kis csecsebecséket kezdjetek el pakolászni, és egy idő után úgyis össze fog állni a kép. A legelején kételkedtem benne, hogy valami nagyon szépet ki fogok tudni ebből hozni, de végeredményben szerintem egy nagyon szuper kis díszlet. És jöjjenek a kis művirágok. Lehet, ugye több mindent összeválogattam. Igazándiból a lelki szemeim előtt volt egy mintázat, amit szerettem volna követni, de nem volt egy fix fotó például, ami alapján összeállítottam ezt a kis csokrot. Szerettem volna minél ősziesebbre, minél különbözőbb színűre, de mégis tényleg a nude és a barna, a bézs színeket szerettem volna felhasználni ebben a csokorban. És ahogy láthatjátok, azért egy kicsit tötyögök is vele, át kellett állítgatni szinte minden virágot, mert nem úgy akartak állni a legelején, ahogy én azt szerettem volna. De szerintem a végén egy nagyon szuper kis csokrot alkottam. Ja, és közben nagyon ügyesen azért is mozgok olyan óvatosan a gombával, mert hát a gombát én eltörtem, még amikor a földön volt,
beleakadt a sarkam, és letört a feje a gombának, úgyhogy a párom szépen gyorsan megragasztotta, és azért is mozgok vele elég óvatosan, mert még akkor egy körülbelül egy 5 perces volt a ragasztó rajta. Your head held up high, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Ő számomra egy nagyon nehezen dekorálható helyiség, mivel elég pici és nem sok rakodó helyen van. Mindenféleképpen szerettem volna ugyanúgy a bézs, a narancs színeket bevinni, és nagyon-nagyon sok gyertyát is használtam fel, amit láthatok majd a kis videóban. Én nagyon szerettem volna ezt a nagyon szuper kis kózi
élményt elérni, úgyhogy ahogy látjátok, nekünk van egy fürdőkádunk is az Ohanyzó mellett, úgyhogy már alig várom azokat a hűvös őszi estéket, amikor meggyújthatom az összes gyertyát a fürdőben, engedek egy nagy kád forró vizet, és csak relaxálok. Át is jutottunk a hálóban, hát itt aztán végleg rikított a tavasz a dekor szempontjából. Tényleg szerintem ez volt az egyik legnagyobb átalakuláson átesett szoba. Az elején látni fogjátok, hogy felhasználtam egy kis dekor fényfűzért, amin kicsi, hát igazándiból kicsi tökök voltak, ilyen halloweeni stílusú kis lámpás. Amikor befejeztem, akkor kicsit olyan furán éreztem, hogy hát valami nem stimmel, majd behívtam a páromat is, hogy mondja el nekem, hogy ő mit gondol magáról a dekorról, és ő egyben mondta, hogy a kis tököket, azokat mindenféleképpen vegyem le, mert nem illik magához, az összhanghoz, amit elértem a legvégén, de én még így is szeretnék valamit változtatni rajta. Lehet, hogy veszek egy hasonló fényfűzért, mint amit a nappaliban a tévé feletti szekrényen használtam, mert nekem még mindig valami fényforrás hiányzik. Még át kell gondolnom, persze ugye van még idő. Látni fogjátok, hogy van egy diffúzer, amit használok. Ezt a Tesco-ba vettem, az előző videómban említettem már ezt a diffúzert. Fehér, lilium és jászmin illatú. Ez a világ legfinomabb diffúzere, csak nagyon nehéz kibontani, úgyhogy láthatjátok is, hogy mennyire szenvedek vele, de végül sikerült. Ha jól emlékszem, 2000 forintba került, és uramisten, tényleg egy héttel később szerkeztem most ezt a videót, és még mindig annyira intenzív az illata, hogyha belépek a szobába, akkor egyből csak azt érzem. Úgyhogy tényleg, ha nem próbáltátok volna még ki, akkor ezt a diffúzert mindenkinek nagyon ajánlom. Find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough.
shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.
You've heard that all I do is obsess about. És ennyi is lenne a mai videóra, remélem tetszett nektek, és inspirációt tudtatok nyerni a videómból. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. További szép napot kívánok nektek, és jövő szerdán Tali. Ciao! Thank you.